Jó napot kívánok, kedves nézőink! Ha megkérdezem, hogy önök mikor jártak utoljára egy művelődési házban, művelődési központban, netán egy agórában, akkor nem tudom, hogy azonnal tudják-e a választ. Ha igen, akkor az jó, ha nem, akkor sajnos nagyon régen jártak ilyen intézményekben. Egyébként nem véletlenül soroltam különféle elnevezéseket, mert ezek egyáltalán nem szinonimái egymásnak abban az értelemben, hogy egy intézménytípusnak a különböző elemeit mutatják. Ebből aztán nagyon könnyű kitalálni, hogy ma este a közművelődés alapintézményeiről, tehát a művelődési házakról, művelődési intézményekről fogunk beszélgetni. Vendégeink a heti körjáratban Szedlacsek Emília, aki az Emberi Erőforrások Minisztérium a Kulturális Államtitkárságának főosztályvezetője. Köszöntöm a stúdióban. És egy gyakorlati szakembert is hívtunk, mégpedig Molnár Lajos Milánt, a Szolnoki Abanovák Agóra igazgatóját, akinek ez a kifejezés nem mond semmit, az nagyon figyeljen az elkövetkező percekben, mert mindjárt kiderül, hogy milyen intézménytípust kell érteni ez alatt, az agóra alatt. Kezdjük talán azzal, hogy nagyjából egy kutatás azt mutatta a közelmúltban, azt hiszem egy tavalyi felmérést idézek, hogy a magyar emberek 54%-a azt hiszem egyáltalán nem teszi be a lábát ilyen intézményekben, nem kultúrafogyasztó. Ez egy adottság, ez egy romló helyzet, vagy hogyan kell ezt értékelnünk, főosztályvezető asszony? A kutatások mindig természetesen figyelmet érdemlőek, és nyilvánvalóan oda kell figyelnünk arra, hogy ha ilyen százalékos arányokat tapasztalunk. Az biztos, hogy ha én egy településre érkezem, soha nem az intézménynél szállok ki kocsiból, tömegközlekedési eszközből, hanem mindig kicsit távolabb, és mindig kérek útbaigazítást szóban. Hogy tudják-e, hogy hol van? Igen, és az én tapasztalatom ennél sokkal pozitívabb, mindig tudják, hogy hol van a művelődési ház, és rögtön, ugye én egy beszélgetős típus vagyok, rögtön rá is kérdezek, hogy honnan tudja, járnak-e oda, és valahol mindig kiderül, hogy igen, a gyerekünk ott táncol, igen, mi járunk a népdalkörbe, vagy a szüleim, nagyszüleim nyugdíjas klubba, vagy ilyen-olyan klubba. Az biztos, hogy van feladatunk bizonyos korosztályoknak a megnyerésében, és itt mindenképpen azt mondom, hogy a fiatalabb korosztályt mindenképpen érzékenyítenünk kell, vagy mindenképpen oda kell figyelnünk, hogy lényegesen gyakrabban járjanak a művelődési házba. A gyerekek, a felnőtt korosztály még az, aki egy picit úgy gondolom, hogy kevésbé van kapcsolatban a helyi művelődési intézménnyel, de például a nyugdíjas korosztály már hihetetlenül aktívan igénybe veszi ezeket a szintereket. Tehát Amikor a művelődési házak ismertségéről, vagy azok látogatottságáról beszélek, akkor azért azt mindenképpen el kell mondanunk, hogy bizonyos korosztályok tekintetében van feladatunk, de például a családi programok fantasztikusan jól illeszkednek a településeknek a programjához. A művelődési házak mindig is a családokra gondoltak. Mindig is olyan programokat szerveznek, amiben, ha lehet, minden korosztály találja meg, vagy együttesen tudjon egy kulturális élményben részt venni. Akkor nézzük meg ennek a másik végét, mert hogy azért alapvetően, hogyha jól vettem ki a szavaiból, akkor a kis meg közepes méretű települések kulturális intézményeiről, meg az ott élő kulturális szokásairól beszélt, de mondjuk egy megyeszékhelyen egy agóra, és akkor majd mondjuk el mindjárt, hogy ez a kifejezés mit akar, hogyha valaki nem találkozott volna ezzel az elmúlt tizen sok évben, nem tudom megmondani, hogy mikor indult ez a program egyáltalán. Szóval egy megyeszékhelyen mennyivel árnyaltabb a kép? Nálunk talán annyival árnyaltabb, hogy mi kapcsolatban vagyunk a kis településekkel és az agglomerációban. De akkor a kérdés elejére visszatérve, szóval az agórák az egy nagyszerű kormányzati kezdeményezésre, Európai Uniós támogatással megvalósult kulturális beruházás, infrastruktúra beruházás volt, csak a 24 milliárd forint értékben. Megyeszékhelyeken, illetve megyei jogú városokban. Igen, jellemzően vidéki nagyvárosokban, és az ott létrejött új terek, az új infrastruktúra alapvetően multifunkcionális, és ez már szerintünk lényegesen különbözik a megszokott kultúrház képtől. És hogyha az a kérdés, hogy járnak-e kultúrházba az emberek, akkor az jut eszembe, hogy azt nagyon könnyen mondjuk, hogy színházba megyünk, vagy stadionba megyünk. De olyat, hogy kultúrházba megyünk, nem szoktak mondani az emberek. Nem kultúrházba vagy kulturális központba járnak az emberek, hanem programokra járnak az emberek. És ott kezdődik a mi felelősségünk, hogy azokkal a programokkal meg tudjuk-e őket szólítani.
És amit főosztályvezető asszony is mondott, ezen belül ezzel az 54%-kal én sem értek egyet, hiszen vagy nem ezt látom a mindennapokban, hiszen 0-tól 99 éves korig mindenki jár a mi programjainkra. Az viszont kétségtelen, hogy a kamaszokat, a fiatal felnőtteket nehezebben tudjuk megszólítani, nekik nehezebb programokat kitalálni. De ez azért van, mert a televízió, az internet minden egyéb elcsábítja az embereket, és azt mondják, hogy ez mégiscsak egy kényelmes dolog otthon, a jó meleg ágyamban, fotelemben, székemben. Ezeket az információkat, meg ezeket az élményeket össze tudom szedni. Nem kell nekem feltétlenül kimozdulni. Nyilván létezik ez a vélemény, és létezik ez a valóság, de én nem szeretem, hogyha ebbe a kényelmes pozícióba helyezzük magunkat. Én azt gondolom, hogy nem csak a médiával, vagy a közösségi médiával kell nekünk versenybe szállni, hanem a tömegszórakoztatással. Tehát az emberek a szabadidejükben jól szeretnék magukat érezni, értékes dolgokkal szeretnének foglalkozni, és nekünk az a tapasztalatunk, illetve mondom a saját tapasztalatomat, az emberek általában struktúrálatlan idővel rendelkeznek, struktúrálatlan program szervezéssel rendelkeznek, tehát nem tudják előre, hogy mit szeretnének. Különböző ingerek érik őket, ezek vagy erősebbek, vagy harsányabbak, és a felszabadult idejükben afelé indulnak el, ahol nagyobb a nyomás az inger. És nekünk... Tehát, hogyha önök folyamatosan nyomják a programokat, Nem csak azt kell, hogy folyamatosan... Hogy eljussanak az információk ezekről a programokról az emberekhez, akkor sikerük van? Én inkább úgy fogalmaznék, hogy állandó nagy kérdés, hogy a kultúra, árul-e a kultúra. Én nem azt mondom, hogy árul a kultúra, viszont azt mondom, hogy egy fogyasztói környezetben létezünk. Tehát mondjuk a Szolnoki Agórát veszem alapul, mi két pláza és nagy mozi közelében létezünk, tehát nekünk ott kell megszólítani az embereket, és hogyha mi nem veszük tudomásul, hogy fogyasztói környezetben versenykörülmények között létezünk, akkor gyakorlatilag fegyvertelenül szállunk harcba a tömeg szórakoztatással szembe. Amikor az imént a kis meg közepes települések kulturális intézményeiről beszélt, akkor azért egy teljesen más helyzetet ér le, mint ami egy megyeszékhely. Zsongása, százféle kínálata, ugye ezeken a kis településeken általában ez az egyetlen kulturális intézmény. Egy kicsit nagyobb városokban talán van mozi, de az ma már azt gondolom, hogy egyre kevesebb helyen, még ha az épület megvan, akkor is nagyon sok felé lepusztult. Legutóbb éppen Oroszlányban jártam, ahol ez a város központi programja, hogy akkor mi legyen a régi lepusztult mozi épülettel, de egy a lényeg, hogy sokkal kevesebb ilyen típusú inger éri a kis településeken élőket, mint amiről az imént Molnár úr beszélt. Szóval, hogy lehet értékelni azt a munkát, mennyivel másabb az a munka, vagy az a kulturális kínálat, amit egy kis települési kultúrház, vagy művelődési ház... Közösségi szintén. Na igen, ideig akartam eljutni, hogy ez akkor hogy működik vidéken. Nyilvánvalóan ezeknek a közösségi szintér és kulturális központ közötti különbségeknek meg kell nyilvánulni, hogy milyen feladatot látnak el. Mi az a feladat, amit egy kulturális központnak kell ellátnia, és mi az, amit egy közösségi szintérnek. Ugye ezt mi jogszabályban is a nemrégiben rögzítettük is a közművelődésről szóló, vagy a kulturális törvény. Ugye ezt is szabályozza, hogy milyen intézményeket kell fenntartani, vagy milyen intézmények tarthatóak fenn, és ezeknek az intézmények mi a feladatuk. Mi az az alapszolgáltatás, amit el kell látniuk. Amikor arról beszélünk, hogy a településen az egyetlen kulturális intézmény maga ez a közösségi szintér, faluház vagy művelődési ház, akkor azért azt is hozzá kell tennünk, hogy ennek az elsődleges feladata a közösségekkel, vagy a közösségi létnek a biztosítása az, hogy az emberek ott közösségben érezzék jól magukat, és természetesen találkozzanak kulturális értékekkel, hagyományos kulturális értékekkel, a saját hagyományaikkal. Mert hogy ezeknek a szintereknek igazán az is a feladatuk, hogy helyben tudják tartani az ott élőket, a fiatalokat is hozzáteszem, ugye, hogyha már egy generációról beszélünk.
De ugyanakkor látniuk kell azt is, hogy hogyan tudok bejutni egy kulturális központba, mennyire tudom az ő szolgáltatásait igénybe venni, vagy azok a szolgáltatások elérhetőek-e számomra úgy, hogy ide a településemre települnek ki, vagy pedig annyira segítenek, vagy annyira hozzám közel álló programokat szerveznek, hogy akár itt, ott a saját helyszínemen is a kulturális központ szolgáltatásait igénybe tudom venni. Most ehhez kell szakember, ehhez kell pénz, hogy mondjuk azokat a művészeket meg tudjam hívni, akikre igény lenne a településen egyáltalán. Honnan lehet tudni, hogy kikre van igény? Aki megvehető, ez a legtöbb szempont, vagy tényleg az, aki nem haknénak tekinti az ilyen típusú megjelenéseket, hanem komoly kultúrát próbál továbbadni. Ugye ez egy szakma, és annak a szakembernek, aki ott azon a településen szakemberként dolgozik, annak tudnia kell, hogy mit is kell azon a településen a közösségszervezés tekintetében megtennem. Nem mindig azt, hogy oda kell hívnom az X művészt az én falumba, hanem lehet, hogy nekem egy pajtaszínházi programot kell szerveznem. Lehet, hogy nekem egy nyugdíjas klubot kell szerveznem, és majd elmegyek Szolnokra, Lajosékhoz egy színházi előadásra, vagy egy szimfonikus koncertre, vagy szervezek egy buszos akciót, vagy bármilyen dolgot. Tehát ez egy, annak, aki közművelődésben dolgozóként, aki közösségszervezőként ott dolgozik egy településen, annak egy folyamatban kell gondolkodnia. Mit tudok én itt ezen a településen megmutatni magunknak, Soroljunk az értékeket. Soroljunk már még néhány ilyet, mert ez a Pajta Színház, ez nem véletlenül került elő, ugye ez egy programsorozat, egy lehetőség, amihez lehet csatlakozni. Hány ilyen van? Nyilván nagyon sokféle. Például Szolnokon vagy Szolnok megyében, azokon a településeken, amelyekre önöknek rálátásuk van, milyen hasonló programok kedveltek, vagy országosan? Igen. Hát országosan azt tudom mondani, hogy nincs település, ahol nyugdíjas klub és népdalkör nem működne, én így látom. Nyilvánvalóan van, de hogy a településen valami fajta zenei énekkar, népdalkör működik, az biztos. És hogy az idősek és hogy a nyugdíjasoknak csatlakoznak ehhez. Igen, igen. Akkor... A fiataloknál azért hozzáteszem, hogy biztos, hogy van szombat délelőtt valamilyen internet hozzáférési, vagy valamilyen internettel, vagy számítógéppel kapcsolatos ifjúsági program. Tehát, hogy ezt a hármat úgy érzékelem, hogy minden településen van. A Pajta Színház mellé, odakint még mielőtt bejöttünk a stúdióba, egy bogrács hálózatot? Vándorló bográcsok. Tehát például ilyenekből de mennyi még, van? Még az országos jó példákhoz, jó gyakorlatokhoz egyet én is szeretnék tenni. A Nemzeti Művelődési Intézet által fölkarolt kapunyitogató program. Az egy nagyszerű dolog, ahol a Nemzeti Művelődési Intézet módszertani szakemberei segítséget nyújtanak ahhoz, hogy kis településeken, ahol tegyük föl, nincs is szakember, vagy éppen csak a csírái léteznek ezeknek a cselekvő közösségeknek, ott segítenek abba, hogy egy-egy kultúrházba vagy egy közösségi térbe újra életet leheljenek. Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy megnézik a térképet valahol így országos szinten, és azt mondják, hogy ott nem működik, menjünk oda, vagy nem. Hívni kell? Nem, mindenhol az ember a kulcs szerintem. Ugye van bennünk egy ősi ösztön, egyedül nem tudunk létezni, nem tudjuk magunkat kifejezni, tehát mindig valakihez, valamilyen csoporthoz képest tudjuk meghatározni magunkat, és ez az elemi ösztön a legkisebb településen is él, és ott is vannak azok az emberek, akik élére állnak ennek a gondolatnak, és ezeket az embereket kell megtalálni, mert mindenütt van egy-egy jó program, és amiről én meséltem, azt mi Agóra Forgatag néven kezdtük el, és arról szól az egész, hogy a mi térségünkben, a kis térségekben lévő településekre minden évben egy helyre a mi Agóránk egy napra kilátogatott, mi vittük a mi programjainkat, ők hozták a sajátjukat, de ami ebben a legfontosabb volt, hogy találkoztunk, hogy beszélgettünk, hogy nem azt látták, hogy Szolnokon van egy elefántcsontorony, amit Agórának hívnak, és szerencsénkre most az ágazati minisztérium ugyanígy gondolja a közművelődést, a közösségi művelődés újraszerveződését, és vidéken nagyon nyitottak ezek az emberek, és a nyugdíjasok és a fiatalok mellett a gasztronómiával gyakorlatilag minden közösséget meg lehet szólítani, és például nálunk a Törökszent Miklós kistérségben Tisza tenyői ötlet alapján vándorló bográcsok néven indítottak el egy gasztrofesztivált, ami abból indult ki,
hogy minden településnek nincs arra pénze, hogy az ő falunapjára több száz, több millió forintért előadókat hívjon, hanem annak a töredékéből gyakorlatilag egymást szórakoztatják, megmutatják egymást maguknak, magukat egymásnak, egymás településeire minden évben átlátogatnak, és ez a 7 éves ciklus véget ért. Mi meghívtuk a 7., a 8. évben meghívtuk őket Szolnokra, bemutatkoztak ott, óriási sikerük volt, a szolnokiak is nagyon örültek, hogy ellátogattak hozzánk. Gondolom számukra is egy megerősítés volt, hogy van átjárás, van kapcsolat a megyeszékhellyel. Mi pedig szeretnénk elvinni azokat az ágazati minisztériumban megindult kezdeményezéseket, amely rajtunk keresztül, az agórákon keresztül kellene, hogy eljusson, illetve a Nemzeti Művelődési Intézet szakembereink keresztül szeretnénk eljutni a legkisebb településekig, és éreztetni velük, hogy ők ugyanolyan fontosak attól, hogy 400-an laknak azon a településen. Vagy még kevesebben, igen. Igen, kevesebben. Főosztályvezető asszony említette a törvényt, majd mindjárt rátérünk arra, hogy mi minden változott most 2018. január 1-től, amióta a tavaly elfogadott módosítások életbe léptek, de egy korosztályról nem beszéltünk, és azt gondolom, hogy az ő kulturális érdeklődésük vagy igényük az ugyanolyan fontos, mint a fiatalabbaké vagy az idősebbeké, hát az aktív korosztályról, ahol ugye az a legnagyobb furcsaság, hogy aki megengedhetné magának mondjuk anyagilag, hogy rendszeres látogatója legyen koncerteknek, mondjuk a kiállítások általában ingyenesek, legalábbis az én tapasztalataim szerint, de javítson ki, hogyha nem. Tehát, hogy aki meg tudná fizetni az ilyen típusú kultúra fogyasztását, az meg nem ér rá, mert hogy annyira dolgozik. Vagy területileg megint nagyok az eltérések, mert azokon az iparosodó megyeszékhelyeken, mint például Szolnokon is, vagy más nagyvárosokban, ahol munkaerő hiány van, ott értelemszerűen az emberek gyakorlatilag ez a korosztály teljes egészében dolgozik. Ahol viszont ráérnek Borsodban, Szabolcsban, kis falvakban, ahol nincs munkalehetőség, ott kellene, csak ott meg nagyon nehéz szakembert találni, hát az imént, amiről beszéltek. Szóval, hogy ezeket az ellentmondásokat az elkövetkező években valahogy orvosolni kellene. Van erre megoldás? Ugye nyilvánvalóan az alapellátás az, amit meghirdetett a kormányzat is, és ami tulajdonképpen a törvényben magában is megjelenik. Azaz minden településen mindenki számára biztosítani azt, hogy a kulturális javakhoz hozzáférjen, vagy úgy, hogy a saját településen, vagy úgy, hogy valamilyen segítséggel. Nyilvánvalóan ez a korosztály, ez az aktív korosztály, azt gondolom, azért a közművelődésben is aktív. A legnagyobb feladata a közművelődésnek nem csak az, hogy a kulturális életet segítse, hanem az aktivizálást, vagy az aktivitás fejlesztésében részt vegyen. És aktivizálni ugye közösségben lehet a legjobban. Mindannyian tudjuk, hogy ha problémád van, akkor mindig azt szoktuk mondani, menj közösségbe, járj közösségbe, és mondd el sokaknak a problémádat, ott találsz megoldást. Az aktivitás azt is jelenti, hogy vedd észre azokat a lehetőségeket, amelyek a te településeden esetlegesen megjelentek. Sokszor mondják példaként, hogy szinte vissza kell mutatni az értékeket a településen élőknek, hogy nézd meg, milyen turisztikai értéked van, mi ezért jövünk ide, hogy megnézzük. Hát teremts ide vendéglátást, fogadást, vagy turisztikai látnivalóidat, fejleszd jobban kiadványokkal, bemutató helyekkel. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez a közművelődés, és ugye ezt szeretnénk is, nem csak a rendezvényekkel, nem csak a kulturális programokkal, de ezekkel is, hogy az aktivitás helyben, az emberekben mindenképpen azt saját életkörülményeikben való változást, vagy a saját gazdasági helyzetükben való változást is segítse, és azt gondolom, hogy ebben az aktív korosztálynak nagy szerepe van. Sok példát lehetne mondani, de mindig azt gondoljuk, hogy a gazdaságfejlesztésben a közművelődésnek nincs szerepe, dehogy nem. Példaként említhetjük, hogy akiknek valamilyen szilvalekvár, vagy valamilyen dzsemjük volt, akkor egy idő után már nem csak bemutatták ezt, hanem már növekedett a szilvafás területük, és már a gazdálkodásuk is fejlődött. Vagy azok, akik egy fesztivált szerveznek, például valamilyen ételük, valamilyen megtermelt mezőgazdasági termény köré akár, vagy valamilyen turisztikai látványosságuk köré. Tehát mindig magának ennek az aktivitásnak a gerjesztése is feladatunk tulajdonképpen, és a kulturális rendezvények ezt is szolgálják. Molnár marketing szakember, ezt elárulta, hogy mi ketten
népművelő, vagy akár, akármilyen ehhez kapcsolódó diplomával rendelkezünk, de ön nem, marketinges szemmel csöppent bele ebbe a folyamatba, ami egy teljesen más szemléletmódot ad. Szóval hogy lehet boldogulni ezzel a szemlélettel egy ilyen típusú nagyvárosban, mint Szolnok, ahol azért számtalan ipari üzem, meg vállalkozás működik, amely partner lehetne ezeknek a programoknak a megszervezésében, akár a finanszírozásában? Működik egyfajta ilyen kapcsolat a város cégei, pontosan az Agora között? Most már majdnem én is művközpontot mondtam. Igen, szoktam mondani, hogy egy másik irányból érkeztem, én a versenyszférából érkeztem, és én itt váltam szakmabelivé. Én nekem különben andragógus végzettségem van. Hát ez azért passzol ide. Most akkor úgy hívták a mi képzettségünket. Szóval én a befektetői tárgyalásokon vettem részt, és mondjuk az egyiken, a mai napig emlékezetes számomra, pedig akkor még nem voltam szakmabeli, azt vették sorba a városvezetők és a lehetséges befektetők, hogy gazdasági szempontból hogy áll a város. És miután végignézték a logisztikai, a képzési, az adózási, a közműellátottság és egyéb feltételeket, akkor jelentkezett az egyik komoly befektető, és azt mondta, hogy de uraim, tudják, hogy mi a legfontosabb kérdés a befektetői döntésben? Az, hogy hova megy este szórakozni a feleségem. Igen. Milyen szakkörre fog járni a gyerek? Hol fogunk kerékpározni? És miután Szolnokon a városvezetés is egy nagyon követhető módon, egy élhető várost szeretne létrehozni, mi nagyon könnyű helyzetben vagyunk ebből a szempontból. Egyrészt a felnőtt aktív lakosság a mi városunkban igenis komoly kultúrafogyasztó. Nagyon komoly gazdaságfejlesztő szerepe van szerintünk a kultúrának, és végül, de nem utolsó sorban élő partneri kapcsolataink vannak a legnagyobb városi cégekkel, rendszeresen támogatói a rendezvényeinknek, természetesen megválogatják, hogy az ő profiljuknak a leginkább illő legyen. És ennek megfelelően én nem látom olyan szomorúan az aktív felnőtt lakosság bevonásának a lehetőségét, főleg ha azt veszem figyelembe, hogy munkaközben elfárad a testünk, akkor azt föl kell frissíteni. Elfárad a lelkünk, és a lélek legszebb és legjobb pihenési módja a játék, a gyönyörködés. És hogyha játékos formában értékes, magas kultúrát, vagy éppen családi rendezvényeket és kapcsolt, szinergikus rendezvényeket rendezünk. Lásd nálunk Csokoládé Fesztivál. A Csokoládé Fesztiválra eljönnek az emberek, mert az egy olyan téma, amit mindenki szeret. De igazából a program egyharmad része szól csak a csokoládéról. Kétharmad részben kultúra, közösségfejlesztés, érzékenyítés, értelmi fogyatékosok színháza, az utolsó cigány teknővájó volt nálunk legutóbb például. De ott van a 3D nyomtató, ott vannak a virtuális valóság eszközei. Hát akkor már minden. Tehát szerintem óriási lehetőségünk van. Egyetlen intézmény típus, egyetlen intézmény forma sem teheti meg azt, hogy ilyen látszólag egymástól távol álló témákat egymás mellett mutat be. Volt olyan településvezető, akivel nemrég beszélgettem, egy olyan 1200-1300 lelkes nógrádi faluról van szó, ahol felújította önerőből a művelődési házat, és rögtön bele kialakított bowlingpályát, edzőtermet, tehát hogy azért a testi igények kielégítése felé is kezdenek elmozdulni ezek a települések, de ennyire személyfüggő tényleg, amit mondott, hogy attól függ, hogy az adott település vezető, vagy ennek a művelődési intézménynek a vezetője mennyire dinamikus, vagy mennyire szeret valami újba belefogni. De akkor beszéljünk egy kicsit ennek a törvénynek a lényegéről, mert hogy tavaly elfogadta ugye a parlament a kulturális törvény, nem ez a neve, mert hosszú neve van, de leegyszerűsítve azt gondolom, hogy mondjuk így, hogy kulturális törvény módosítását. Milyen pontokon, vagy miért vált szükségessé ez a törvénymódosítás? Egyrészt a kulturális
alapszolgáltatások rögzítése mindenképpen szükséges volt. Szükséges volt rögzíteni azt, hogy milyen szolgáltatásokat, mely típusú intézménynek kell ellátnia. Tehát akkor most kanyarodunk vissza a bevezetőmhöz, hogy művelődési ház, művelődési központ, agóra. Tehát hogy mit kell ellátni egy kis településen? Ugye ott mindenképpen azt mondjuk, hogy a művelődő közösségekről gondoskodnia kell. Tehát már is a közösségszervezésnél vagyunk, hiszen ha egy településen a közösségszervezés rendben van, a közösségek élnek, van terepük, alkotni tudnak, van aktivitás a településen, az azt jelenti, hogy ott jól érzik magukat az embereket. Egyébként kultúrakutatások történtek az elmúlt években, és járásokra lebontva lehetett látni, hogy ahol közösségek vannak azokban a járásokban, az emberek mindig pozitívabb, az életükről pozitívabban nyilatkoztak, mint és esetlegesen pedig a gazdasági helyzete azoknak a járásoknak nem is annyira jó, mint azokban a járásokban, ahol a közösségek nem voltak ilyen fejlettek. Tehát nem csak a befektetők számára fontos, hogy helyben milyen kulturális élet van, hanem akik ott élnek, tehát az ott élők számára is hihetetlenül fontos. Mindenképpen jelölni akartuk tehát az önkormányzatok részére is, hogy mi az a feladat, amit érdemes neked ellátnod, ami neked feladatul jelentkezik, de ugyanakkor pedig a te településed fejlődését szolgálja. Mert hogy az intézmények fenntartói az önkormányzatok, de állami segítséget kapnak. Így van. Ehhez normatíva formájában. Most azért érdemes egy pillanatra itt megállni, mert azt olvastam valahol, hogy a tavalyi évben adott minimális normatíva, azt hiszem 1,2 millió forint volt évente, hogy az még arra sem volt elég, hogy egy garantált bérminimummal foglalkoztatott szakember egész évi bérét kifizessék, tehát értelemszerűen itt is mélyen bele kell nyúlni az önkormányzatoknak a zsebükbe, amit azt tehet meg, ahol van valamilyen mennyiségű adóbevétel, amit föl lehet osztani, és ez nem túl sok településen van így Magyarországon. Ugye mit tehetünk mi? A jogszabállyal próbálunk segíteni a közművelődésen, és természetesen a támogatással, hiszen valóban a normatívát használják, vagy is felhasználják az önkormányzatok, de ez a normatíva meg is növekedett, ugye 1140 forint volt, és 1210 forintra növekedett évente és személyenként, vagy lakosság számarányában, ami persze mondhatjuk, hogy valóban még nem fedi teljes mértékben a közművelődésre fordított nagy arányú összegeket, de azért mégiscsak növekedett, és növekedett a települési minimál normatíva is, hiszen 1 millió 800 ezer forintra növekedhetett ezekben a néhány száz fős településekben. De ez egy nagy létszámú településnek jelentett, tehát több mint 1700 településnek jelentette azt, hogy megnövekedett a normatívája, ami nem kevés valóban. De ez azt jelenti, visszatérve itt az különböző intézménytípusokra, hogy ez azt jelenti, hogy korábban ez nem volt szabályozva, hogy mondjuk egy 300 lelkes kistelepülés művelődési intézményének mi a kötelezően ellátandó feladata, és mi mondjuk egy megyeszékhely agórájának a feladata? Igen. Ez nem volt szabályozva? Nem volt szabályozva. Ez egy lehetőségként szerepeltek bizonyos feladatok a törvényben korábban, és ebből az önkormányzat akár mindet is vállalhatta. És ugye mindig azt érzékeltük, a települési önkormányzatok mindig készítettek egy helyi rendeletet a közművelődésre vonatkozóan, és mindig azt érzékeltük, hogy ők mindent belevettek, ugyanakkor pedig az is látható volt, hogy mindent nem tudnak megtenni, hiszen a maga szintér sem alkalmas rá, és maga esetleg az anyagi helyzet sem alkalmas. De én azt gondolom, hogy most azzal, hogy kimondva a települési önkormányzatnak az a kötelező feladat, hogy a művelődő közösségeket segítse, ehhez kapott egy anyagi támogatást a normatívával, így az látható, hogy valóban fejlődésnek indulhat a közművelődés ezeken a kis településeken, és ugyanakkor hozzáteszem, hogy feladatot kaptak a nagyobb intézmények, mint a kulturális központok, az agórák, hiszen őnekik már a feladataik több megyére is kiterjedhetnek, és ez a vissza, oda-vissza munka és teljesítés vagy segítés, ami egy megyei intézmény és egy kis település között van, ez azért a közművelődés fejlesztését segítheti, és annak a kistelepülési önkormányzatnak is segítheti a munkáját. Egy pici ellentmondást érzek én a között, amikor azt olvasom, hogy az utóbbi években ugye nem működött a felsőfokú képzése ezeknek a szakembereknek,
meg akkor, ha rámegyek mondjuk a Szolnoki Agórának a honlapjára, és megnézem a munkatársi listát. Ezt én tegnap megtettem, csupán mosolygós fiatal arc köszönt vissza. Tehát akkor melyik az a korosztály, amely kiesett, és mondjuk akkor ezek szerint Szolnokon például nem eredményezett semmiféle munkaerőhiányt? Hát mi a üdítő kivétel vagyunk szerintem. Éppen Emiliáék egyik prezentációban láttam ezt a térképet, amelyen az országos szakember ellátottságot párhuzamba állítják a képzés helyzetével. Tehát a mi megyénkben 4 évvel ezelőtt szűnt meg az ilyen jellegű felsőfokú képzés, és a mi kollégáinknak a korfája, ha úgy tetszik, az a rendkívül szerencsés, mert nálunk vannak 24-25 éves kollégák, és vannak nyugdíj előtt álló kollégáim, egy erős közép korosztállyal, tehát nálunk most még ez nem jelent problémát, viszont a többi agórában tapasztalom, és a többi intézményvezető elmondása szerint igen komoly problémát jelent az utánpótlás, és magam is, mi is abban a helyzetben vagyunk, hogy amikor állást hirdetünk, vagy éppen státuszunk van, és kollégát keresünk, akkor nem biztos, hogy feltétlenül a szakképzettség a legfontosabb. Legfontosabb a diploma, és aztán igyekszünk, ahogy az imént elmondtam, az igen széles spektrumon olyan kollégákat keresni, akik valamilyen kompetenciában, vagy lehetőleg minél több kompetenciában erősek, és ezt hasznosítjuk a szakmai munkában. Amikor megszüntették a felsőfokú képzést, akkor azt mondták, hogy úristen, hát már itt Dunát lehet rekeszteni a népművelőkkel? Vagy miért született ez a döntés? Nincs erre szükség? Vagy mit mondtak? Ugye két oldalról kellett most elindulnunk. Én azt gondolom, hogy nem azt, hogy Dunát lehet, de ugye volt egy ilyen időszak, amikor mindenki valami fajta kommunikáció, illetve közművelődési végzettséget szerzett, hívhatták azt akkor andragógusnak, vagy művelődésszervező végzettségnek, de valóban volt egy időszak, amikor nagyon sokan. De ez a végzett réteg, aki ezt akkor elvégezte, nem a szakmában helyezkedett el, hanem valahol máshol, inkább csak egy felsőfokú képzésnek tekintette, amely belépő valahova máshová, valamilyen más. És azt gondolom, hogy esetlegesen szívesen is tudta alkalmazni őket más ágazat. És akkor nem estünk át a ló túlsó oldalára megint, amikor azt olvastam, hogy tavaly ősszel, azt hiszem 7 helyen kezdődött meg a felsőfokú képzés, és 2018-ban meg még több lesz? Igen, 10 helyen indulhatnak. Szóval ekkora hiány, van, hogy ennyi helyen kell pótolni a szakemberképzést? Akkor azt mondom, hogy két oldalról kellett elindulnunk, a képzés oldaláról is, de ugyanakkor az elvárás oldaláról, azaz a jogszabály oldaláról is el kellett indulnunk, hiszen tettünk a jogszabályban megjelent egy követelményként, hogy szakembert kell alkalmazni, illetve szakember alkalmazása indokolt. Természetesen itt van egy határidő 2021 és 2023, de például az ilyen kulturális központokban is már tettünk egy kitételt, hogy 50%-ának, 25%-ának bizony felsőfokú szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie. Tehát lesz egy, azt gondoljuk, hogy van egy elvárás az intézmények részéről, hogy ők majd szakembereket kell alkalmazzanak egy határidőn belül, illetve indult egy szakmai képzés. Tehát lesz helyük ezeknek a fiataloknak, vagy szakmában lévőknek már, akik elvégzik ezt az alapszakot tulajdonképpen. Ugye ez egy közösségszervezés alapszak, ami valóban hét felsőoktatási intézményben indult el, de jelzem, hogy eleve már 346 hallgatóval tudták elindítani ezt a szakot, és ha most 10 felsőfokú intézményben indul el, akkor azt gondoljuk, még több helyen fog elindulni. Levelező és nappali szakon is indulhat. Tehát ez a szakmának kiváló lesz, hiszen be tudjuk vonni a fiatalokat, azokat, akik a közösségszervezés iránt érdeklődnek, és azokat is, akik már benne vannak a szakmában, esetleg végzettség nélkül lehetőséget biztosítunk, hogy megszerezze a szakmát. Ugye nekik már van egy gyakorlatuk, vagy van egy ismeretük a gyakorlatról, most akkor milyen jó lesz, hogy felsőfokú képzést tudnak részt venni, és költségtérítéses módon tudnak ebben részt venni, vagy költségtérítés nélkül módon tudnak ebben részt venni. Tehát ez azt gondolom, hogy itt fog összeérni tulajdonképpen az a szakmai elvárás, hogy legyenek szakemberek, amit elvárunk ugye a szakmától, hogy segítsék a szakmát, és ugyanakkor pedig a képzés maga is hozzájárul a segítéshez, hiszen elindult.
Ehhez szeretnék annyit hozzátenni a gyakorlatból, hogy a 4-5 évvel ezelőtt indultak az agórák, és gyakorlatilag ez a beruházás, ez a jövőbe való beruházás a mi szakmánkban megmutatta azt, amiről az elején beszéltem, hogy abban a pillanatban, hogyha az épületeink, a rendezvényeink formátuma fölveszi a versenyt a piaci szférával, akkor igenis komoly igény van ezekbe a házakba járjanak az emberek, és ez a megnövekedett igény, mi nálunk például 200 ezer ember jelenik meg körülbelül egy év alatt. Uh-huh. Van olyan városunk, megyei jogú város, ahol 1 millióan látogatnak el az agórába és az ő hozzá kapcsolódó intézményekbe. Ez a hihetetlen érdeklődés generálja ezt, hogy új szakemberek kellenek, és miután leállt a képzés, miután gyakorlatilag a mi szakmánknak is újra kell pozícionálnia magát, és szerintem egy nagyfokú önbizalomra, egy nagyfokú magabiztos alázatra van szükség a jövőben. Ehhez nagyon jó, hogy van a minisztérium részéről ugyanez a kezdeményezés, és gyakorlatilag a kettő történet most ér össze. Majd később akartam megkérdezni, de azért az engem nagyon erősen foglalkoztat, hogy ha elkezdődik megint a felsőfokú képzés, nagyobb igény lesz ezekre a szakemberekre, akkor végre eljuthatunk oda, hogy nem közfoglalkoztatottként, kulturális közfoglalkoztatottként lesznek alkalmazva ezek a szakemberek, mert én azt gondolom, és azt hiszem, hogy ennek a szakmának az eleje meg a vége is azt gondolja, hogy ez egy leminősítése volt az elmúlt években ennek a szakmának, meg ezeknek a szakembereknek. A közösségi foglalkozó vagy kulturális közfoglalkoztatottak két nagy pozitív hozadéka van ennek. Valóban egy olyan foglalkoztatási típus volt, amiben segítettünk a közművelődésnek, és azokon a területeken, ahol nem volt közösségi munkás, tudtunk egy közművelődésben, ha nem is jártas, de a közművelődést szerető vagy abban dolgozni akaró egyént biztosítani. Tehát azokon a néhány százfős kis településeken ott volt a város vagy a település vezetői mellett egy segítő, aki a közművelődési életben segítséget tudott nyújtani. Ezeknek a képzése is megtörtént, ezeknek a közfoglalkoztatottaknak, ami azt gondolom megint egy nagy dolog, hiszen nem csak hogy dolgozni tudtak, hanem a kulturális területen egy közművelődési képzettséget tudtunk számukra biztosítani. Jó, de akkor nagy, most már majd fel lehet számolni lassan ezt a... Mert hogy a legnagyobb közfoglalkoztató a Nemzeti Művelődési Intézet volt valóban. Én is azt gondolom, hogy igen, ez kivezetődhet a rendszerből már tulajdonképpen, de azért a közfoglalkoztatottak szempontjából is nem volt egy rossz dolog, sőt azt gondolom, hogy nagyon jó volt, hát egyrészt egy foglalkoztatást jelentett, másrészt nagy részük, több mint 40%-uk a munkaerőpiacon el tudott helyezkedni. Én a 90-es években egy angol felnőtt képzési csoporttal találkozhattam, angol felnőtt képző szakemberekkel, akik érdekes módon arról beszéltek, hogy mennyi munkanélküli van náluk, és hogy nincs náluk olyan intézmény, rendszer vagy típus, ahol a munkanélkülieknek segíteni tudnának, ahol nekik információt adhatnának, mert az a tapasztalatuk, hogy ezek az emberek közösségeiket elvesztik, és tulajdonképpen azzal, hogy elveszítik mindenfajta kapcsolatukat a világgal, nem tudnak munkát szerezni maguknak. Rögtön eszembe jutott, amikor a kulturális közfoglalkoztatás belépett, rögtön eszembe jutott ez a rendszer, és mivel én is a gyakorlatból jövök, és egy művelődési intézményben dolgoztam, és nálunk is voltak korábban még katonák, akik a katonaságot akarták így megoldani, és nem katonák akartak lenni, és mindig az volt az érzésem, hogy most kerültek egy olyan helyzetbe, amikor is meglettek azok a kapcsolataik, az a kapcsolati háló jött számukra létre, hiszen elmondod a problémádat. Ugyanez vonatkozik egyébként a közművelődésre is, hogy az én általam ismert népdalkörben
amelyet, ahova én is járok, vagy akiket ismerek, nem tudok olyan problémáról, álláskeresésről, családi gondról, amit az a népdalkör maga meg nem oldana. Most akik ezek a közfoglalkoztatottak bekerültek egy közösségi szintérbe, egy művelődési házba, hát rögtön kinyílt előttük a világ, és kapcsolatba kerültek olyan munkakapcsolatba, olyan segítő emberekkel, vagy egyáltalán hát állásajánlatokkal, hogy el tudtak helyezkedni a munkaerőpiacon nagy létszámban. Tehát valóban én is azt gondolom, ez egy segítő lehetőség volt, mind a rendszer, tehát a közművelődés számára is, és a közfoglalkoztatottak számára. És most milyen jó, hogy valóban akár a jogszabály, akár a képzés kapcsán most már összeérnek a szálak tulajdonképpen. Akkor beszéljünk egy kicsit az infrastruktúráról, hogy egyáltalán milyen állapotban van az az intézményhálózat, amiről beszélünk. Hogyha ezt még nem tettük meg, akkor arra kérem a kollégákat, hogy próbáljuk meg bejátszani azokat a fotókat, amelyeket egyébként a Szolnoki Agora honlapjáról gyűjtögettem össze, amiből látszik, hogy milyen tereket sikerült varázsolni annak a felújításnak a során, amit mondjuk Szolnokon megcsináltak. Ez úgy kell elképzelni, aki nem ismeri ezt a várost, hogy ez egy elég lepukkant szociál művelődési központ volt, ugye valahol benne a belvárosban, hasonló épületek gyűrűjében, nagyon sok mindenre nem használható nagy terekkel helyenként, és akkor ebből kellett varázsolni valami újat, valami egészen mást és használhatót, gondolom sokkal kisebb terekkel. Ez egy sikertörténet, hogyha így megnézzük, mert gyönyörű épület lett belőle, mennyire használható? Hát ami ilyen különös abból a szempontból is, hogy van egy régi épület, az üvegépület, ami jövőre lesz 40 éves, és a zöldmezős beruházással épült mellé egy majdnem 3700 négyzetméteres új agóra, ami révén csaknem 9000 négyzetméter alapterületből és 5000-nél is több hasznosítható területből áll, és bátran állíthatom, hogy klubjaink és nagy rendezvényeink nem jöhettek volna létre, hogyha nincs ez az infrastruktúrális beruházás. A régi épületben nem fértünk volna el olyan programokkal, tehát, és nem jött volna létre a Nem Nokedli klub például a lányokkal, akik főznek, és a Kis Nokedli a gyerekekkel, akik ugyancsak ezt teszik, hogyha nem lettek volna tereink. Tehát én azokhoz tartozom, akik egyrészt örült és örül a közmunkaprogramnak, mert nekem egy fiatal közmunkás lányból az évek folyamán most egy nagyon komoly csoportvezetőm vált, illetve egy geológus, matematikus, aki sehol máshol nem tudott volna 55 év fölött elhelyezkedni, és nálunk egy nagyon értékes tagja lett a csapatnak, és most már státuszban van, és igen komoly természettudományos programokat bonyolít nálunk. Én csak jókat tudok mondani a közmunkaprogramról, arról nem beszélve, hogy ezeknek az embereknek nem lett volna lehetősége máshol munkatapasztalatot szerezni. Na szóval a házunkról az imént említett matematikus kollega nekem minden nap statisztikai kimutatásokat készít, hogy melyik termünket hogyan használjuk ki, és gyakorlatilag ott tartunk, hogy 2 hónapra előre már nem tudunk helyet adni. A kiállításainkat 2019-re tervezzük, mert annyira foglalt 5 kiállítási terünk van, és gyakorlatilag sorban állnak a képzőművészek, vagy mi is keresünk meg akár Munkácsi Díjas, de akár autodidakta művészeket. Molnár Lajos Lubickol, ezt látjuk. De mi a helyzet az ország kisebb településein? Azért ott nagyon komoly ilyen típusú infrastruktúrafejlesztés, mint az Agora program nem volt. Ilyen típusú nem valóban, de a települések azért nagyon sokszor pályáztak, és azért az Agorán kívül is vannak olyan települések, akár Pest megyei, Becsés, Törökbálint, ahol új, szép, nagy művelődési házak épültek. Ugye az épületnek, mi mindig elmondjuk szakmailag, nagyon sok mindent kell tudni teljesítenie, hiszen egy bizonyos termet többfajta funkcióra, többfajta rendezvényre, programra is, akár egy napon belül is kell használnunk, és akár a bútorzatának is nagyon mobilnak kell lennie. Ugye erre mind figyelni kell egy intézménynél. Igazán nem tapasztalunk nagyon lepukkant, nagyon szürke intézményeket, de valóban mi is azt gondoljuk, hogy
hogy nem ártana most, ha szakmára odafigyelünk, és a szakmai képzettségre odafigyelünk, ha mostantól az épületeinkre fordítanánk gondot. Az a jó ebben, lesz hogy... Ez ilyen program indul? Magyar forrásból, vagy azt gondolom, hogy folyamatban van. Mikor egy ilyen, amikor a közművelődésről beszélünk, akkor az a jó ebben, hogy örülhetünk annak, hogy valami elindult, de már is látjuk a feladatot a továbbiakban, tehát valóban oda kell figyelni az épületeinkre. Én nem látom olyan rossznak a helyzetet, tulajdonképpen inkább így gondolom, hogy a megyei városokban, ahol az agorák épültek, ott volt jó, hogy ez a program elindulhatott, hiszen ez hat majd fejlesztőleg a többi intézményre is, illetve maga az épület is olyan vonzerővel bír ezekben a városokban, azt látom, hogy akár a közművelődés iránti vonzalmat is fokozhatja. Hát ez a járási székhelyeken már például nem feltétlenül ez a helyzet. Valóban. Ezt tapasztalatból tudom mondani, és az ember ugye 2018-ban nem biztos, hogy egy olyan épületbe akar bemenni, szórakozni, hosszabb időt eltölteni, ahol málik a vakolat, és a többi lehet sorolni. Tehát, valóban, hogy kell költeni ezekre az intézményekre. Így van, ez a következő feladat. Most jól végigtekintettük tekintettünk a közművelődésen, mint egy szakmán. Jól láthatóan kijelölhettük azokat a feladatokat, amik a továbbfejlesztést fogják segíteni majd. Én ott voltam, amikor elkezdődött a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat. Én nem tudom, majd elmondják, hogy ez inspirálta-e a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozatot, amely néhány nappal ezelőtt zajlott le egyébként országszerte. Azt kérem a kollégáktól, hogy játsszunk be egy kis előzetest, vagy egy kis beharangozót, hogy az is lássa, hogy miről van szó, aki nem tudott elmenni ezeknek a programoknak egyikére sem. Vagy te, Rómeó, tagadd meg atyád, és dobd el neve. Kultúrházak éjjel-nappal, február 2. és 4. között országszerte. Helyben van a sokszínűség! Na hát ez volt a beharangozójának a programsorozatnak. Igazából az érdekel engem, hogy ez egyfajta ilyen kihúzzuk magunkat és megmutatjuk egymásnak, meg a nagy közönségnek, hogy idáig jutott a szakma, hogy mekkora energiát tud felmutatni egy-egy ilyen egy hétvégés rendezvénysorozat alatt? Vagy miért születnek az ilyen típusú programok? Egy ünnepnek, magunknak is, és a közönségnek, a településünk lakóinak is. Egy olyan ünnepnek, amikor azt gondoljuk, hogy mi mindannyian együtt vagyunk, akik egyébként szinte vagy alig soha nem tudunk találkozni, mert mi mindig dolgozunk akkor, amikor ünnep van, tehát nekünk nincsenek szabad napjaink tulajdonképpen. De most visszatérve azért erre, hogy most látható volt, hogy azt az egy nagy termet hányféle programra és lehetőségre tudjuk használni egyébként, és hogy valóban egy településen, és nem is túl nagy településen, hányfajta művelődő közösség is meg tud élni, és szeret is lenni.
Ez az ünnep, nem gondolnám, hogy teljesen a múzeumok éjszakájára készült, hiszen volt egy korábbi lehetősége, amikor itt Budapesten találkoztunk a 8. kerületben a művelődési házak, de ez egy kisebb volumenű találkozó volt, és mindig azt éreztük, hogy akkor nekünk valahová el kell menni, bemutatkozni a tevékenységünket, bemutatni, holott mi otthon tudnánk leginkább a tevékenységünket bemutatni, és úgy, hogy ez a szakma mindig ad valamit a saját településének, tehát úgy, hogy visszamutatnánk a saját lakóinknak, hogy mi mindenre tudjuk használni a művelődési házat, vagy te, kedves itt lakó, hányféle programra tudsz hozzánk eljönni, és ugyanakkor pedig egy kavalkádot felmutatni itt a farsang idején a tevékenységünkről országosan is. Szolnok mit csinált? Összhangban van az én véleményem, ez a természetes arcunkat mutattuk, tehát ami arra a napra esett, nekünk Pingpong Night volt, az imént említett geológus kollégám szervezi például. Tehát ez azt jelenti, hogy egész éjszaka nyitva egész voltak? Egész éjszaka lehetett pingpongozni, és minden korosztály képviseltette magát, és közben természetesen az ott lévő klubjaink bemutatták magukat nekik. Tehát nem alapvetően az országnak, hanem akik ellátogattak a Pingpong Night-ra. És ez igazából egy kis része a mi programrendszerünknek, de jól mutatta, hogy ilyen pici dologgal is milyen nagyot lehet alakítani, és különben, ha már megvan az infrastruktúra, és tudom jól, hogy a járási székhelyeken nem olyan rózsás a helyzet, mint nálunk, de én ott is csak pozitív dolgokról tudok beszámolni, mert múlt héten voltam olyan kistérségi megbeszélésen, ahol 8 település polgármestere volt ott a kulturális szakemberekkel együtt, és ha nincs saját kulturális szakembere, akkor most vett föl 4 órába vállalkozóival szakembert, mert ő is rájött, hogy a saját kis társadalmát, a saját közösségét a kultúrán, a művelődésen keresztül tudja fölépíteni. Na, és nem reménytelen a helyzet. Abszolút jókat mondanak, legalábbis így már kezd csillogni a közművelődési szakemberek, népművelők, nem tudom, közösségszervezők, ugye sorba mehetnénk, hogy hogyan hívták már ezt a szakmát szeme, egész addig, amíg rá nem néznek a fizetési papírjukra. És csak most emlékeztető mondanám, hogy 2 hete vagy 3 hete vonultak a minisztérium elé az ágazat szakszervezetének a vezetői, és egy 20 méter hosszú aláírt papírral kopogtattak, mert hogy ennyien követelik azt, hogy történjen valami bérügyben is, mert hogy nagyon alacsonyak a fizetések, nagyon sokan azt mondják, hogy megalázóan alacsonyak, tehát hogy valamerre lépni kell, és erre kevés volt az a 15%-os illetménypótlék, amit tavaly kaptak, hogy valami központi rendezésre. Van remény? Ma is van tárgyalás éppen a szakszervezetekkel. Mindenképpen a szakszervezetekkel közösen a kulturális államtitkárság azon dolgozik, hogy valamilyen módon összegyűjtse mindazokat a problémákat, és mindenképpen találjon valamilyen megoldást. Hiszen az a 15%-os illetménypótlék, ami tavalytól volt, és idén ugye már beépülő jelleggel, tehát ugyanúgy megmaradt ez az illetménypótlék, azért a gazdasági... De ezt nem alapbéresítették. Igen, mert illetménypótlék, de a gazdasági társaságok számára, vagy a gazdasági társaságokban dolgozók számára is jó lenne, hiszen ez a közalkalmazottaknak szólt. Tehát azt tudom mondani, hogy muszáj foglalkoznunk természetesen a kérdéssel, és foglalkozunk is, hiszen a szakszervezetekkel éppen ma folyik egy ilyen tárgyalás. Mindenképpen figyelembe vesszük a véleményüket, és mindenképpen a tárgyalások fontosságát hangsúlyozzuk, hogy tudjunk erről mindenképpen valamilyen döntést bemutatni, vagy bemutatni a kormányzatnak, hogy milyen lehetőségeket lenne jó fejleszteni. Jó, hát akkor innen Bocsánat, kell tovább lépni, igen. Ehhez mondhatok egy szomorú adatot. A saját önkormányzatunkkal, amikor költségvetésről tárgyalunk, el kellett mondanom az idén, hogy a tavalyi évben a kollégáink 10%-a új munkahelyet választott. Pénz miatt. És akár volt, aki is sírt, amikor elment, és meg kellett értenünk, mert az egzisztenciája nem tette lehetővé, hogy akár 20-30 ezer forintot figyelmen kívül hagyjon, bármennyire szeretett nálunk dolgozni. Hát akkor nagyon sok eredményről tudtunk beszélgetni itt az elmúlt majdnem 3/4 órában.
meg nagyon sok feladatról is. Igen. Úgy, az volt a jó, hogy végig tudtuk tekintetni mi magunk is a szakmánkban történteket, hogy bíztatni tudnánk azokat, akik felsőfokú tanulmányokat kezdenek, hogy igen, erre a szakra jöjjenek, hiszen ez a szak elindult, és van utánpótlás, tehát az alapszak is és a mesterszak is rendben van. És van egy kicsi remény legalább, hogy mire végeznek, addigra már tisztességes fizetést kapnak a munkahelyükön. Igen, így szeretnénk láttatni. Én azt gondolom, ezt szeretnénk láttatni. És nem csak a fizetésük lesz méltó, hanem a szakmának a megítélése is. Tehát ők már egy teljesen újra pozícionált szakmába érkeznek. Igen, a kettő összefügg egymással. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és örülünk, hogyha legalább ezzel hozzájárulhattunk, hogy ezt az ívet legalább fölvázoljuk. Köszönjük szépen, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk ismét a heti körjáratban. Viszontlátásra!